Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A videó apropója az, hogy előkerült egy régi Cubasic tankönyv, és adott egy régi XP-s számítógép. Na most én első körben azt tudom javasolni, hogy ha marad az XP, hogy maga a DOSBox az gyakorlatilag bármire elérhető, szinte mindent ebben szoktam én is futtatni, a régi programokra vagy azokból kinyerhető adatokra van szükség. Ugye látjuk, hogy a 0.74-es verzió van fent, és a dosbox.com-on. Jó, meg is van, dosbox.com a weboldal címe, és látjuk, hogy itt az autentikus eredeti letöltések találhatók. Azért mondom így, ugye 0.74 a legnépszerűbbekre elérhető, de még BIOS-ra is 0.63-as elérhető. Ugyanis sok oldal foglalkozik emulációval, és nagyon sok projekt van, aminek saját DOSBox-a van, de ez szinte mindenre elérhető, szinte minden régi fajta DOS-os dolgomat ezen futtatom, ami még esetleg kellhet, bár egyre ritkábban van rá szükség. Na most, hogyha valami nagyon komoly dolgot futtatok, persze, akkor én is vinyócserével oldom meg, és akkor egy natív módon futtatott FreeDOS mondjuk. Ha valaki nem ismeri a FreeDOS projektet, freedos.org, és itt láthatjuk a kiadásokat, illetve hogy what's included, tehát hogy mi van benne, megnézhetjük előre. Rengeteg minden egyébként, és hát itt látjuk, hogy futtatnak már játékot is mindent rajta, mint hogy bemutassák nekünk. Jó. Hogyha leszettük a DOSBox-ot, akkor meg is van. Hogyha Windows XP-t használunk, akkor láthatjuk, hogy a User Profile, tehát a Documents and Settings, Local, vagy Documents and Settings, Local Settings, Application Data, DOSBox, itt található egy config file. Ez igazából nem lényeges, de hogyha jól testre akarjuk szabni a régen használt AutoExec batunkat, ezt mindjárt megmutatom, hogy Linux alatt itt található a config file. És hoppá nem, pont DOSBox. Jó, meg is van, tehát Linux alatt van egy ilyen rejtett könyvtár, és itt található a DOSBox konfigurációs állománya. Itt az utolsó sor az AutoExec bat. Ha ide beírom, hogy mount C, tehát C meghajtóként csatolom, a mondjuk a per root per DOS könyvtárat, ezt pontosan úgy gépeljük be Windows alatt, hogy mount C, és akkor mondjuk C2-es pont per DOS, ha oda fogjuk rakni a dolgokat, ezt el is mentem. Ugyanis ez az AutoExec bat, ez minden DOS-os gépen automatikusan végrehajtásra kerül. Most pedig létre is hozom. Hát kicsit visszafele gondolkozunk, ugye nem... Ezt először meg kellett volna csinálni és belemásolni dolgokat, de hát na bum. Jó, a másik fontos kiegészítő, ha a környezetet eldöntöttük, hogy min futtatjuk a Cubasic-et, hogy magát az alkalmazást letöltsük, ha már egy nagyon jó könyvet sikerült találni, és Cubasic, láthatjuk, hogy van egy csomóféle fajta projekt, de talán pont neten él, azt hiszem. Így van, meg is van, cubasic.net, és itt láthatjuk híreket, az érdekességeket, compilereket, illetve itt van már egy olyan csomag, ugye ezt kicsit hamarabb jövök erre az oldalra, akkor hamarabb láthattam volna, hogy Cubasic with DOSBox. Hát de 4 darabba kell letölteni, hát én azzal nem kínlódok, viszont azt írják, hogy hogyan lehet elindítani, hát én ezzel. Menjünk egyből a downloadshoz, a letöltésekhez, és overview, mindenképpen ezeket hozza be. Aha. Tehát külön hozza a részeket, hogyha behozzuk a letöltést, akkor itt láthatjuk, hogy a top 10-ben a Cubasic 4.5 és a 7.1 van. Na most a 7.1 volt az utolsó verziója, ami már hálózati és különféle hibajavításokat tartalmazott, és rengeteg kiegészítőt, úgyhogy vagy az angol nyelvű 4.5-öst, vagy a 7.1-est szedjük. Nyilván én a 7.1-est fogom letölteni, ugyanis több kiegészítőt tartalmaz.
Ugye a compiler az azt jelenti, hogy maga a Quick Basic az egy interpreter nyelv, ahogy begépeljük, úgy értelmezés végrehajtja a feladatot. Hogyha ebből futtatható állományt, exit akarunk készíteni, ahhoz kell egy compiler, ami le is fordítja a bináris állományát. Jó, nézzük meg a QBasic vagy QuickBasic 7.1-et. 4.5, 7.1. Azt írja, hogy ez egy kiterjesztett olyan profi fejlesztői rendszer, annak idején QBase néven futott, ami a QuickBasic legutolsó verziója, tehát gyakorlatilag a 4.5 egy továbbfejlesztett verziója. Én most ezt fogom leszedni. Ugye láthatjuk, hogy nem is kicsike, az eredeti 977 kilobájthoz képest. Persze, engedélyezem. De miért kétszer? Nem kell, egyszer már nem van. Jó, tehát 977 kilobájt helyett 5,42 század. Tehát azért az nem kicsi. Ezt most be is zárom. Megnyitjuk. Hoppá. Downloads. És én szedtem egy ilyen QB64 Project-tel kapcsolatos fájlt, hát nem sok siker. Hát sokan próbálkoznak különféle compilerekkel és különféle basic-es környezetekkel, több-kevesebb sikerrel. Ez most egy ilyen nem valami túl jó sikerült verzió éppen. Jó kicsomagolás, és én a root per DOS-ba csomagolom ki egyenesen ezt a basic-et. No, tehát láthatjuk is, hogy van egy root mappám, és azon belül van egy DOS mappám. Na most, ha elindítom a DOSBoxot, akkor láthatjuk, hogy fel is van csatolva a C meghajtóm. És ezt így kell begépelni, tehát mond C, szóköz, és akkor mondjuk Windows XP alatt C2 pont per DOS. Lépjünk is át a C meghajtóra, és CD, szóköz, QBX. Most pedig vajon miben indul dir csillag pont exe? Nincs is exe, akkor com. Nincs com. Hát hol vagyok? Jó, akkor cd bin. Így van, tehát a qbx per bin per qbx exe. Ennyi. És most, hogy sikeresen elindítottuk a programunkat, nézzük meg nagy képernyőben, milyen lesz a végeredmény. Jó, hát ugye a szemnek is kényelmesebb, meg látjuk is jobban, hogy mit csinálunk. Open program. És látjuk, hogy basic kiterjesztéssel dolgozik, src, és itt láthatjuk a rengeteg példa programunkat, amit megnyithatunk. Próbáljunk ki valami alapprogramot. Kalendárium. És nincs más teendőnk, mint a megírt, az előre elkészített programot lefuttatni. Adjunk meg egy dátumot, 1998, adjuk meg a hónapot, legyen a 8. hónap, és láthatjuk, hogy ez egy klasszikus öröknaptár, bármelyik év, bármelyik napját ki tudjuk listázni, új dátumot akarok-e, nem, és ezzel megállítottuk a program futását. Úgyhogy én remélem, hogy érthető volt így elsőre, esetleg exit emu. Simán exit? Jó, egy exit parancsal ki lehet lépni a DOSBoxból, úgyhogy én remélem, hogy ez kellőképpen szemléletes volt és érthető. Nyilván amennyiben nem, akkor várom a visszajelzéseket a videó alatt a fórumban, Facebook oldalon, és hát nyilván én is várom szeretettel a különféle javaslatokat és ötleteket, és hát sok sikert kívánok, és jó tanulást a QBasichez, sziasztok!